Az intézmény a 4 évtized alatt számos kiállításnak, kulturális eseménynek adott otthont. A kerekévfordulót augusztus 25-én vasárnap zenekari előadásokkal, kiállítás megnyitóval ünnepelték. Azt gondolom, hogy aki részt vett rajta, mindenki jól érezte magát, és egy picit végigélte ezt az elmúlt 40 évet, és most, ahogy így beszélgettem a nézők, hallgatókkal, többen elmondták, hogy volt olyan közöttük, akik részt vettek a 40 évvel ezelőtti kiállítás megnyitón is, úgyhogy azt hiszem, hogy jól sikerült, köszönöm. Berlinger Attila most már Szekszárdváros polgármestereként mondott köszöntőt az ünnepségem, korábban azonban a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatójaként évekig vezette az intézményt. Az elmúlt 40 év egy tökéletes példája annak, hogy milyen jó célra lehet fordítani egy régi szakrális épületet, és felsorolni is lehetetlen lenne hány száz kiállítás, művészeti esemény, koncert, sok száz esküvő, többek között ugye erről is ismerős volt a Művészetek Háza a városlakó körében. Szóval én azt gondolom, ez egy igazi sikertörténet. A program keretében nyílt meg V. Bazsonyi Arany, valamint Fecsési Sándor festőművészek közös tárlata, akiknek munkái 40 évvel ezelőtt elsőként kerültek fel az intézmény falaira. Több műfaj szerepel, portrék, az életképek, nagyon szabadon és merészen értelmezett tájképeken kívül a szakralitásba hajló figuratív kompozíciók, sőt kifejezetten szakrális portrék, Krisztus fejábrázolás és a vallás egyéni megélései is szerepelnek az alkotások között. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Méri Éva, a Művészetek Háza első igazgatója is. Akkoriban nagyon sok rendezvény volt, rendkívül sok. Egyszer a Kocsis Antal mondta is nekem, hogy ő ilyen sok rendezvényt nem is csinált volna. Hát így volt tulajdonképpen, de hát az egy nagyon jó időszak volt. A jubileumi ünnepei jelegben kezdetét vette az Akkor és Most című programsorozat, amely a Művészetek Háza elmúlt 4 évtizedes működését foglalja össze, és kiállításokkal, koncertekkel, hangversenyekkel, könyvbemutatókkal várja egy teljes éven át a kultúra iránt érdeklődőket.